Köszöntöm a Fonyó Televízió nézőit, és tisztelettel köszöntöm Hidvig Józsefet, Fonyóváros polgármesterét. Köszöntöm a tévénézőket. Folytatjuk a kérdések megtárgyalását. Holnap kezdődik a Kolbász Fesztivál a felvételünkhöz képest. Ezzel kapcsolatban az első kérdés, hogy a Kolbász Fesztivál helyszíne környékén miért van szükség útlezárásra? Először is a Kolbász Fesztivált, ugye, aki még emlékszik a 14 évvel ezelőtti időszakra, akkor csak bent a sportcsarnokban rendeztük meg, aztán folyamatosan bővültünk. Az előtte lévő parkoló, és most már, hál' Istennek, olyan jó híre van a Kolbász Fesztiválnak, hogy kereskedők színesítik a felhozatalt, nem csak maga a Kolbász Fesztivál, hanem a hozzá kapcsolódó zenei programok, vendéglátós ellátás, illetve maga a kereskedők egyvelege is egy nagyon szép hagyományőrző rendezvényt alakítottunk ki, vagy alakítottak ki a szervezők. Így a kereskedőket már nem volt hova lakni, ezért csak az útra, és egyébként is egész problémás volt, amíg ott úton közlekedés volt, hogy az emberek tömegével az úton jöttek fel. Ezért jött egy jó pár évvel ezelőtt az az ötlet, hogy lezárjuk ezt az útszakaszt, hiszen aki autóval megy, annak nem tart sem eddig kerülni a Domb utca fele, aki pedig nem autóval közlekedik, az gyalogosan bármikor átmehet ezen a területen. Csak hogy tisztázzuk, ugye a jelenlegi helyszín az Ákányi Kálmán sportcsarnok és helyszíne, ahogy eddig is volt, és ebből eredő kérdés az is, meg lehet, hogy a kereskedők miatt is fölmerült, hogy miért nem az új sportcsarnoknál, tehát a piac területén tartjuk a fesztivált. Felmerült ez a gondolat is, de egyelőre az új sportcsarnok még nincs olyan állapotban. Másrészt meg megmondom őszintén, hogy én egyelőre sajnálnám az új sportcsarnokot ilyen célra használni, de nem tartom kizártnak, hogy későbbiekben az a terület, azon a területen, a sportcsarnok melletti területen és nagy sátrakban meg lehet tartani a Kolbász Fesztivált, és magát a rendezvény részét pedig benne csarnokban. Sokkal jobbak lesznek a körülmények, hiszen sokkal több mosdó van, sokkal több hely van, és akár le is ülhetnek az emberek és nézhetik a rendezvényeket. Tehát egy jobb adottságai vannak az új sportcsarnoknak, mint a réginek. Nem tudom, ez majd a jövő kérdése lesz, hogy átköltöztetjük-e oda az új sportcsarnokba a Kolbász Fesztivált. Milyen fejleményekről tudhatunk az új sportcsarnok állapota kapcsán? Szeptembertől átvette az önkormányzat az üzemeltetését. Az első dolgunk az volt, hogy feltártuk a hibákat. Ez egy komoly kétoldalas lista volt, ezeket a hibákat a tulajdonossal, illetve kivitelezővel egyeztetjük, illetve a kivitelező helyett a felszámolóval, hiszen a kivitelező felszámolás alá került. Az a szerencsénk, hogy van egy garanciális biztosítása, tehát a garanciális munkákra egy biztosítása van, így 26 millió forintig a garanciális munkákat elvégeztethetjük mással. Ezt egyeztetjük folyamatosan a felszámolóval. Most elkészült a múlt héten a tető felújításának a költségvetése, illetve először a feltárása, a hibáknak a feltárása, majd a felújításnak a költségvetése, és a képviselőtestület fog dönteni, hiszen 5 millió forint fölötti összegről van szó, ez egy közel 30 millió forintos felújítási munka, hogy kiírjuk pályázatra, nyilván meg kell várni az ajánlatokat, és a tavasz folyamán szeretnénk a tetőt felújítatni, hiszen mindennek ez az alfája és omegája, hogy tudjon működni, és a pálya ne menjen tönkre. Aztán kisebb javítások vannak, a büfének kell még találnunk egy üzemeltetőt, illetve hát aztán a később évben folyamatosan lehet fejleszteni, hiszen a kvaspálya, vagy akár mászófal, ami ötletet kaptunk most utoljára a kvaspálya mellé, illetve van egy 100 négyzetméteres terem, ahol még nem tudjuk, hogy milyen funkciót adunk neki, de valószínűleg egy konditermet szeretnénk oda is megvalósítani. Aztán folyamatosan ezeknek a továbbfejlesztése már folyamatosan fog történni. Én nagyon remélem, hogy a tavasszal elkészül,
hiszen már nyárra vannak érdeklődők a sportcsarnok használatára, és így az önkormányzatnak bevétele is keletkezhet a sportcsarnok működtetéséből. Közelmúltban helyszínbejárást tartottak a Bartók-Béla úton, erről mi is beszámoltunk. Mikorra készülhet el az út felújítása? A közbeszerzés lezajlott, december 10-én vagy 11-én aláírtuk a szerződéseket, a munkaterületet átadtuk, és május 10-ére kell befejezni a munkálatokat a kivitelezőnek. Ő azt ígérte, hogy biztosan el fog készülni április végére, remélhetőleg jó idő lesz, hogy aszfaltozni lehessen. Március 15-e után lehet aszfaltozni, addig pedig a szegélycseréket és az egyéb előkészületi munkálatokat el tudja végezni. Nagyon fontos, hogy a szezonra elkészüljön, ezért is szabtuk rövidre a hatásidejét a kivitelezőnek, nem szerettünk volna nyáron aszfaltozni, már addigra szeretnénk, hogyha elkészülne így május 10-e a határideje, és a Kolasz ZRT a kivitelező, és ők vállalták is, hogy ezt a határidőt tudják tartani. A Mátyás Király Gimnázium kültéri betonos kézilabdapályája meg fog újulni. Kell fákat kivágni a kültéri kézilabda megújítása miatt? Itt is volt bejárás a kivitelező és a kollégáim, illetve a Kliknek a képviselőjével, és a kivitelező kérte, hogy az előkészületi munkálatok ugye nincsenek bent a pálya építésbe, és látszik az aszfalton, a jelenlegi aszfalton, hogy a gyökerek fölnyomták a pályát, így kérte, hogy gyökértelenítsük a pálya alatti területet. Mi egy szakembert hívtunk ehhez segítségül, aki segítségünkre volt már több ilyen pályázatnál, és ő kijött, megnézte a fák állapotát, illetve az volt a kérdésünk, hogy mi lesz ezekkel a fákkal, hogyha gyökereket a pálya szélénél, vagy a pályától egy méterre elvágjuk, hiszen elvileg megmaradhatnának ezek a fák, mivel északi szél a jellemző, és a támasztó gyökerei a déli oldalon vannak, és a húzásra pedig az északi oldalon megvannak a gyökerei a fának. Azonban jó néhány fát megnézett a szakember, és azt mondta, hogy ezeknek a fáknak 5-6 éve van vissza, utána úgy is ki kell vágni, de pontos szakvéleményét le fogja írni, és ennek függvényében tudunk majd dönteni. Sőt, ott megnézte a többi fát is. A gimnázium falánál lévő 3 fát az biztosan azt mondta, hogy ezt ki kell vágni. Az egyrészt az épületnek sem jó, másrészt azok a fák már el vannak halva. Nyilván nekünk azon kell gondolkodni, és azt is fogjuk tervezni, hogy amit kivágunk fát, az helyett az ősz folyamán újakat kell ültetni. Javaslatot is fog tenni, hogy a parkolóhoz milyen fákat ültessünk. Én nagyon sajnálom, mert ez egy jó árnyékos parkoló volt a fáknak köszönhetően, azonban ha a kézilabdapályát fel akarjuk újítani, akkor elképzelhető, hogy ezeket ki kell vágni. Polgármester úr, köszönjük szépen a tájékoztatást! Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek!